számánkra egyet Zsolt. A Jobbik képviselője kíván kérdést feltenni az emberi erőforrások miniszterének az automata gyógyszerelési rendszerről címmel. Halász János államtitkár úr fog válaszolni, ha jól látom a patkót. Képviselő úr, öné a kérdezés lehetősége. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Kora tavasszal a Nyíregyház egészségügyi holdingnál történt visszaélésekről szóló sajtóhíradások irányították a figyelmet az automata gyógyszerelési rendszerre. Évelején a Borsod megyei kórházban is üzembe helyeztek egy ilyen gépet, mely az informatikai és a csúcstechnológia alkalmazásával személyre szabottan állítja össze a kórházban kezelt betegek napi gyógyszeradagját. A technológia alkalmazásának a lényege, hogy tehermentesítse az ápoló személyzetet és kizárja a szubjektív emberi tévedésből a gyógyszerelési hibákat. Azonban amíg máshol ezek a gyógyszeradagoló berendezésekhez a gyógyszercégek nagy kiszerelésű, tehát 1000 darabos nagyságrendű gyógyszercsomagokat biztosítanak, addig nálunk a hagyományos gyógyszertári csomagolásban lévő gyógyszereket használják fel. A hazai gyógyszerforgalmazás igen keményen szabályozott, így a gép feltöltésének menete a következő. A gyógyszerészek felbontják a gyógyszeres dobozt, kiveszik belőle a becsomagolt gyógyszert és a felhasználási útmutatót. Ezekre nincs szükség, el lehet gondolkodni rajta, hogy a feleslegesen felhasznált papír hány faj életébe került. Jobb esetben felnyitják a 100 darabos tablettát tartalmazó üvegcsét, rosszabb esetben kinyomkodják a 10-es levelekből a kapszulákat vagy a tablettákat. A maradék csomagolóanyag, ugye mondanom sem kell, veszélyes hulladék. Ilyen monoton rabszolgamunka magában hordja az emberi tévedés veszélyét, ez az egyik ok arra, szubjektivitás és tévedés kizárásának indoka ne érvényesüljön. A másik ok pedig a betegellátás alulfinanszírozottságában keresendő, sok esetben a beteg vagy a hozzátartozója kénytelen kívülről bevinni gyógyszert a kórházban, amit a kórház nem tud biztosítani. Sajnos ez már évek óta mindennapos gyakorlat. Tisztelt államtitkár úr! A jó ötlet és a világszínvonalú technológiai igénye a megfelelő feltételek hiányában pazarlást eredményezett. Az egészségügy jelen helyzetében tényleg erre van szükségünk? Az általam elmondottak Miskolcon, mint abszurd adomák a társasági életben közszájon forognak. Várnám megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. Halász János államtitkár úr válaszol 2 percben ugyancsak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő úr. Az egészségügyi ellátórendszer megújítását célzó szemelvejsz terv tervezett intézkedéseinek egyike az intézmények közötti együttműködést támogató új állami egészségszervezési modell kialakítása. Mindenhez kapcsolódva a kórházak gyógyszerellátását az intézet részeként működő intézeti gyógyszertáraknak teljes körűen kell biztosítani, elősegítve az intézetek racionális gyógyszerfelhasználását és gazdálkodását. Biztosítani kell a gyógyszerészek részvételét az intézetben kezelt betegek terápiáját kialakító és felügyelő tímekben. Cél, hogy kórházainkban a gyógyszerezés minőségi, szakmai mutatója az európai gyakorlattal harmonizáljanak. Az intézeti gyógyszerellátás megújítása a kórházak területén zajló funkcionális integrációval párhuzamosan valósul meg. Felkértük az egészségügyi szakmai kollégium kórházi klinikai gyógyszerészeti tagozatát, hogy ennek figyelembe vételével tekintse át az intézeti gyógyszerellátás rendszerét, az intézeti gyógyszertárak működését, és szükség esetén tegyen javaslatot a jelenlegi szabályozás módosítására. Tisztelt képviselő úr, a nemzetközi folyamatokat tanulmányozva egyértelmű, hogy az automata gyógyszerezés a kórházakban mindazok mellett, hogy elősegíti a költségtakarékosságot, a beteg és gyógyszerbiztonságot is javítja. Mindezen területek fejlesztésének is új lehetőségeket nyit az egészségügyi ellátórendszer átszervezése. Mindemellett a gyógyszerbeszerzések összehangolt megvalósítása érdekében felállításra került az Országos Gyógyszerterápiás Tanács. A tanács legfontosabb feladata az egységes országos kórházi gyógyszerlista kialakítása és folyamatos monitorozása, a gyógyszer közbeszerzések szakmai előkészítése, értékelése, a kórházi gyógyszerfelhasználás és beszerzés szakmai és gazdaságossági szempontú elemzése. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta válaszomat. Tisztelt Országgyűlés, Szabó Rebeka, az LMP képviselője kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Mi történik a Csarna völgyel címmel? A válaszra majd Illés Zoltán államtitkár úr.